A 4 éves Iringó a húsvét számára legemlékezetesebb részéről beszél. Kárpátalján ugyanis széles körben elterjedt a locsolózás, a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt. A hímes tojás pedig mindenkinek jár, az nem mindegy, hogy milyen. Eligazítjuk rajta, rányomkodjuk, hogy az szépen álljon meg. Nagy Dobronyban közkedvelt a hagymahajas módszer. A 79 éves Marika néni már megtanította az unokájának és a dédunokájának is. Rátesszük a harisnyát, és akkor jó szorosan rákötjük. A dolog lényege az, hogy a tojásokra különböző mintájú füveket erősítünk, például női harisnya darab segítségével. Ezt persze rögzíteni kell, hogy a levélke mintája később ne mosódjon el, mert a lenyomat a lényeg. Belerakjuk a tojásokat a hagymahajba, és megfőzzük. A tojások ugyanis egy hagymahaj főzetét tartalmazó fazékba kerülnek, ahol keményre főzik őket. A tojás héja barna lesz, azokat a részeket kivéve, amelyeket levelek borítanak. Miután lekerül róluk a harisnya, előbukkannak a minták. Ezek sokkal szebbek, mint a tegnap csinálni. Attól függően, hogy egyszerű vagy lila hagyma főzetébe kerülnek a tojások, világos és sötét árnyalatú hímest kapunk. Olyan füveket szedünk, hát amilyet találunk, mert húsvét ugye van korábban is, későbben is, amilyen éppen már az árupartokon, vagy a kertbe, vagy kiskertbe viráglevelet, vagy csak egyszerű vadfüveket, fűnek a leveleit, hát ami olyan szép, szakos legyen, hogy szépet mutasson a tojáson. Minél szakosabb, annál szebb. Biciklinek a gumiát, a belső gumit elvágdáltuk olyan vékony csíkokra, ráhúztuk a tojásra. És akkor úgy főztük meg, azt olyan csíkos lett. Hát azt ezáltal gondoltam, hogy hát ha az jó, akkor próbáljuk meg a leveleket is rátenni. Aztán így. A fiatalabb korosztály a hímes tojás mellett ma már szívesen készít más húsvéti ajándékokat is. A nemrég átadott Nagydobronyi Magyar Házban az ünnep előtt egész tanfolyam indult. Gyerekek különböző hagyományokkal ismerkedhetnek meg a húsvéttel kapcsolatosan. A mai nap pedig a gyerekek különböző ajtó- és ablakdíszeket készítenek, a hét további felében, pedig további részében már új technikákat tanulnak meg, a quillingezést, a tojásfestést, tojásdíszítést. A kézműves foglalkozásokra örömmel jöttek a gyerekek, nagy volt a sürgésforgás. Egymás után készültek az alkotások, volt alapanyag bőven. Nem is készült két egyforma asztali vagy ajtódísz. Persze mindegyiken a húsvéti jelképek domináltak. Asztali díszt csináltam, húsvétot ábrázol, ott van rajta ugye a nyuszi, tojások, virágok, ami a húsvéthoz kapcsolódnak, és azért raktam rá, mert úgy hangulatos. Én egy ajtódísz készítettem, nem volt annyira nehéz. Ez a húsvéttel kapcsolatos. Ezekre kerültek virágok, és madár, és tojás. Kinek készítetted? A családomnak majd hazaviszem, és akkor ott a bejárati ajtónkra felrakjuk. A hagyományokhoz tehát modern kori szokások is társulnak Nagydobronyban, ami viszont nem változik, az a locsolóvers. Tudják, nem az a vicces mulattatós, hanem az a klasszikus, a feltámadás magasztaló. Feltámadta Jézus húsvét ünnepeire, dicső koronája fénylik a fejébe. Ezért hát leányok, kérlek benneteket, egy vagy két pár tojást számomra tegyetek. Végre, ha meghaltok, jussatok az égbe, dicsőv szenteknek, dicsőv seregeibe. Szívemből kívánom. Hímeset elvárom.
Míg alig kelt fel a nap Nagyberek határában, már is nagy a sürgés forgás a helyi tájház udvarán. A húsvéti ünnepkör kárpátaljai hagyományainak felelevenítésére vállalkoztak a Prokultúra Szubkárpátika munkatársai. Elmondásuk szerint fontos, hogy a gyerekek megismerjék kultúránk eme gazdag folklórvilágát. Mi mindig fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek elé kézzelfogható dolgokat tegyünk, ne csak szemléltessük azokat, és fontos az, hogy a gyerekek megtapasztalják és részesei lehessenek ezeknek a foglalkozásoknak, mert véleményem szerint ismerniük kell a gyökereinket, vagy a régi tevékenységeket, a szokásainkat. A nagyberegi Piroska néni már kora reggel nekilátott a fonott kalács tésztájának összeállításához, hogy időben elkészüljön a kemencében sült húsvéti finomság. Azt meséli, a jó kalács titka a tészta kidolgozásában rejlik. Bedagasztom, tejje, vajat teszek bele, tojás sárgáját, csak a sárgáját, és utána ki kell hólyagosra dagasztani. Addig ezt ide tudjak venni belőle. Meg hogy kimenjenek a buborékok, meg így látszik a levegős legyen. Aztán ilyen csikokat vágok belőle, és akkor így befonjuk. A tésztának a lényege a kidolgozás, hogy jó legyen kidagasztva, aztán meg hát a kemence, vagy a sütő. Közben megérkeztek az iskolások is, akik rögtön birtokba vették a tájház udvarát, valamint segítkezhettek egy kifejezetten húsvéti étel elkészítésében is, hiszen a konyhában már készült a sárga túró, ami sós, édes, mazsolás, diós változataival megkoronázza a terített húsvéti asztalt. Sárga túró készítése erősen vallási kötődésű, görög-katolikus lakta vidékekre jellemző, Hajdúság, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, de nem csak a görög-katolikusok, hanem a római katolikusok is készítették és készítik a mai napig is. Mi a tájházba, tehát megmutatjuk, hogy tehát nem csak amit Beregen készítenek, hanem tehát más falvakban is, hogy mi a jellemző. Megpróbáljuk megismertetni a gyerekeket más ízekkel is. A nagyberegi tájházban minden gyermek találhatott magának húsvéti elfoglaltságot. Aki nem sütött főzött, az hímes tojást festett, hogy legyen mit adnia a locsolózóknak. Viaszos, karcolt, savval visszamaratott. Ezeket a technikákat sajátították el a gyerekek. A tojás választáskor figyelembe kell vennünk azt, hogy minél erősebb héjú legyen a tojás. Na most, amikor elkezdünk viaszolni, akkor a fehér tojásokat választjuk, hogy azon sokkal jobban látszik a viasz és az aranypor. Viszont magánál a karcolásnál a barna tojást választjuk, mert azoknak mindig erősebb a héja. Régen hagyományosan a pásztorok, a férfiak karcolgatták ezeket a tojásokat. Ugye, amikor mentek és őrizték a juhokat, akkor idejük volt, és ők voltak ezeknek a motivumoknak a legjobb mesterei. Viszont ez a hagyomány változott, és nők festették meg. Én már másodjára csinálom. Már máshol is csináltam, de itt még elsőnek. És hogy tetszik neked ez a program? Miért érdekes a számodra ez a tojásfestés? Hát mert régen is itt csinálták, meg még most is nagyon sokan itt csinálják, és most kipróbálhatjuk. A szépen megrajzolt hímes tojások a húsvéti locsolkodás fontos kellékei. Ezt a szép hagyományt elevenítették fel a gyerekek a tájház udvarán. Mindjárt ide szálltam. Nesze hát a rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom. Hona tojás, a piros tojás, harisnyában várom. Jó. Szabad elocsolni? Szabad! Szerintem ez nagyon egy érdekes és vicces dolog. Kapunk ugye tojásokat, csoki tojás vagy ilyen kézzel készített. Nagyon érdekes volt, és egyszerűen ilyet még sose csináltunk, ha jövődőre locsoltak minket. Otthon hogy készülsz a húsvétre, hogy várod a locsolókat? Hát összegyűl az egész család, és akkor együtt csinálunk különféle tojásokat, és hát ugye szépen megterítünk, és mindenféle finomat készítünk.
Eközben elkészült az ünnepi fonott kalács is, melyet a nap végén mindenki megkóstolhatott. A Prokultúra Subkárpatika civil szervezet munkatársai évek óta igyekeznek egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódóan hagyományőrző foglalkozásokat szervezni a nagyberegi tájházban. A közösségi élet, valamint a hagyományok ápolása a szülőföldön való megmaradás záloga, vallják a szervezők. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriuma adott otthont a pedagógia és pszichológia tanszék által szervezett húsvétváró ünnepségnek. Az idejében a Beregszászi 6-os számú középiskola alsós növendékei kaptak meghívást a rendezvényre. A programon különböző hagyományos technikákkal ismerkedhettek meg a nebulók, amelyek között voltak igazán különleges módszerek is. Igyekeztünk az összes népi technikát felvonultatni, ami a magyar nyelvterületen, Kárpát-medencében őshonos, vagy legalábbis ismert, és hát kimondottan arra fókuszáltunk, hogy valamit azokból a hagyományokból tanuljanak a gyerekek, ami mára már el van feledve. Sajnos úgy tapasztaljuk, hogy sokszor még a levérátétes, berzselt, ez a hivatalos neve, tojás díszítési technikát sem ismerik. Ez az úgynevezett leveleket helyezünk rá, harisnyába kötözzük, és tojáshéjban megfőzzük. És sokszor már a család mondják a hallgatók, hogy már azt sem nagyon készítik. Hát ez a célunk azzal, hogy akkor visszahozzunk valamit a régi hagyományokból. Illetve van a viaszírásos. Ez nagyon nehéz, illetve hát nagy technikai tudást követel, de próbálkozunk vele, hogy viaszírással, aztán festékbe, mártással színezzük, aztán visszaolvasztjuk a viaszt, és ez a következő. Aztán van a karcolásos technika, ami hát a legegyszerűbb tulajdonképpen, mert egy festett piros tojást szoktunk visszakarcolni a mintával, illetve a sav maradott. Ezen túl egy nagyon ritka, illetve hát kevésbé ismert a varrott tojás. Ez egy dunántúli tojásdíszítési eljárás, és hát csak a színesítés kedvéért hoztuk ezt is, mint látható, el is mélyültek a gyerekek benne. Tehát ezeket a fajta díszítési technikákat szoktuk alkalmazni. Illetve a salánki hímes tojásnak a technikájának az elsajátítását is fontosnak tartjuk, amikor a megírt viasszal megírt tojásra színes port, tehát aranyszínű port szórnak, és akkor a viasz megőrzi a színét ennek a mintának, és ezáltal válik díszítetté. A rendezvényt a főiskola kórusának tavaszi énekekből összeállított válogatása nyitotta meg. Ezután a Kokas banda vezényletével népi játékokat és táncmozdulatokat tanulhattak meg a gyerekek. A népi játékok és a hagyományok egyre inkább a múlt homályába vesznek, ezért is fontosak az ehhez hasonló rendezvények, ahol a szakemberektől sajátíthatják el a gyerekek nagyszüleik játékait. Most egy ilyen tavaszváró húsvétolós vásárjelenetet próbáltunk rekonstruálni a főiskolás tanítványokkal, amiben egy vásárjelenetet adtak elő, egy kis csibe vásárt, ez is a tavasznak a jelképe, hogy a kis csibék, a húsvét, a vásárlás, hogy rendeződött a piac téren, aztán a gyerekekkel próbáltuk közösen átélni azokat a pillanatokat, amiben felvásárolták a kis csibét, a tavaszi kis csibét, a húsvéti kis csibét, úgyhogy a gyerekekkel lényegében azután meg egy polgári táncot táncoltunk, ami teljesen kinyúlt Erdélybe, aztán volt egy kicsit felvidékről, és így egy szatvári, egy saját anyaggal fejeztük, egy közös tánc mulatsággal, úgy, ahogy nálunk régen, és a Nagy-Magyarországon táncolták úgy a gyerekek, úgy a felnőttek, egy szatvári lassú és friss csárdással fejeztünk. A résztvevők a főiskola hallgatóinak segítségével sajátíthatták el a különböző népi technikákat, amelyek által szebbnél szebb húsvéti tojásokat készítettek. Ez egy ilyen hímzéses technika. Ez úgy működik, hogy a tojást így is egyszer, meg így is egyszer rá kell hurkolni ezt a színes vonalat, aztán így körben is, és ezt mi technikaórán tanultuk legutóbb, és hát most gondoltuk, hogy ezt is megmutatjuk a gyerekeknek, ez érdekes nekik, hiszen ez egy ilyen varrás, és ez mindig érdekes, igen, különleges,
és viszont most akadt itt egy kis gubanc, amit nem nagyon tudok kifelé pokozni, de egyébként ez nagyon érdekes és nagyon szép. A nap végére minden gubancot sikerült kibogozni, így több mint 200 gyönyörű tojást készítettek el a gyerekek, amelyeket haza is vihettek a szüleiknek. A kárpátaljai Nagy-Dobrony zömében magyarok lakta település. Az emberek gazdálkodásból tartják el magukat, mindemellett szívvel, lélekkel ápolják, fenntartják a régi hagyományokat, népszokásokat. Az idősebbek jól emlékeznek még a virágvasárnap állított zűdák készítésre, vagy hímes tojás festésre. Már nagypénteken festegették a tojást, meg egész szombaton annyira ott nálunk a vendég, hozták a tojásokat, meg más faluból is. És ugye festették a tojást. Nem ilyen festékekkel, hanem ugye rendes, normális, de naturál szesszel volt feloldva ugye a festék, meg serlag volt beleöntve, hogy szép finnyes legyen a tojás. És mikor felült a tojás, jó meleg volt, kiszedték édesanyám, meg édesapám, na meg én is segítettem, de csak még alapozni segítettem. Akkor még mintákat nem tudtam rárajzolni. A töltött káposzta az nem maradt el, meg a húslevesse nem maradt el. Aztán ugye nem sütötték ezt a sok májteros kalácsot, amit most krémes kalácsnak mondnak. Én úgy nevezem májteros kalács. Hanem ugye dagasztott kalácsot sütöttek, réteseket csináltak, mákoson, diauson, álmáson, ez volt akkor a menő. De még akkor is kása se volt, az több házban ugye csak darává fejzték, kukoricadarává töltötték a káposztát. De olyan világ volt akkor, és ebbe beleélte magát mindenki, és jó volt, nyugodtan meghúsvított mindenki. A régi hagyományok feleleverítését, ápolását tűzte ki célul a Nagy-Dobronyi Magyar Népművészeti Tanoda, ahol már másodízben szerveztek közös hímes tojásfestést. Nagyon örülünk neki, hogy egyre népszerűbbek a tanoda programjai, hát ez jól lemérhető az itteni létszámon is, és annak külön örülünk, hogy egyre szélesebb korosztályból érkeznek hozzánk, és hogy a szülők közül is többen itt maradnak, a kísérők is, akár a nagyszülők is itt maradnak a gyerekekkel, és kellemesen telik együtt az idő. Helyi kézművesek segítenek, az egyik tojásfestő nénink évtizedek óta gyakorolja ezt a mesterséget, ő is az édesanyjától tanulta, nagy tapasztalata van benne, és valóban át tudja adni a gyerekeknek a tojásfestés szépségét, tehát hogy miért értékesebb, miért szebb az, amit mi magunk készítünk. Szerencsére a locsolkodásnak még mindig vannak hagyományai, és általában csapatokba verődve többen magukkal járnak a legények húsvét hétfőn. A vízzel vagy a rózsavízzel történő locsolkodás sajnos ma már kevéssé divatos, inkább parfümöt vagy körnivizet használnak a gyerekek és a legények. Viszont az örvendetes, hogy az utóbbi években elharapózó csoki tojás, mánia vagy szokás, az visszaszorulóban van, és úgy látom, hogy folyamatosan ismét felfedezik a hagyományos festett tojásoknak a szépségét, és hogy ez a gesztus mennyivel többet tud kifejezni az ünnepből is. A településen több éves hagyománya van a tojásfestésnek. Az 1950-es években csíkos tojásokat festettek, majd később jöttek a mintások. Tulipánvirág, árvácska, búzavirág. A legtöbb nagydobronyi családnak megvolt a jellegzetes hímes tojás mintája. Tavaly is már részt vettem a tojásfestésen, most egy fő tojásot megalapoztam kék színnel, és erre fogok különböző motívumú virágokat festeni. Miért tetszik neked ez a tojásfestés? Mivel húsvét alkalmából a lányok tojásokat szoktak osztogatni a fiúknak. Na, lássuk csak, hogy mi kerül arra a tojásra. Mondd csak ezt, Ella, hozzád szoktak járni a legények lucsolódni? És vízzel lucsolnak, vagy inkább kölnivel? Hát régebben a lányokat vízzel locsolták, de ez már kiment a divatból, és most már kölnivel szokták a lányokat locsolni. Látom, hogy sikeredik neked ez a tojás, de otthon elvárják-e a legények az ilyen hímest, vagy inkább a csokoládé, vagy a virág, dívik nálatok, mit szoktál adni a legényeknek? Én tojást szoktam adni a locsolóknak. És szeretik, értékelik? Igen.
Természetesen igen. Na most ez egy ibolya lett? Hát ez igen, egy ibolya. Na lássuk, megnézzük, hogy hogy alakul. És neked van érzéked a, mondjuk a művészethez? Mert látom, hogy igen ügyesen megy ez neked. Különböző kézműves foglalkozáson részt szoktam venni. Hát őrizni kell a hagyományainkat. Nagyon ügyes vagy. Na hány percbe telt nekünk ez a szép tojás, hogy elkészült? Hát kb. Olyan 5 percben telt. Nagyon ügyes, és már várja a locsolókat. Amíg az egyik asztalnál hímest festettek, addig a terem másik végében egyszerű, de annál mutatósabb kosárkát készítettek a szorgos kiskezek. Erre az alkalomra egy húsvéti kosárkát választottunk, meg is szeretném mutatni. Tehát egy nagyon egyszerű, a gyerekek korának megfelelő szerintem, mert nagyon kisebbtől nagyobbig itt mindenki szeret foglalkozni. Egyszerű, egy labból megvan, tehát anyagtakarékos, és hamar mutatós kis húsvéti kosarat készítünk, amiben persze a gyönyörű szép tojásokat bele tudják rakni. Ezek filc anyagot használunk hozzá, meg szalagot, és egyszerű bevágásokkal hamar, egy pár perc alatt ugye egy mutatós dekorációt tudunk készíteni az ünnepi asztalra, akár hogyha a gyerekeknek is van kedvük hozzá. Az embernek gondolom nagy öröm, hogyha eljön mondjuk ebbe a tanodába, és mennyi érdeklődő gyermek arcot lát. Milyen érzés ez önnek? Remek, egyébként ez egy nagyon jó érzés, ugyanis egy-egy korosztályban, ha egy-két gyereket találunk, akit érdekel egy kézimunka, egy bármilyen kézimunka, akkor az nagy csoda. És ha csak egyet fog meg közülük, akkor az már hatalmas eredmény, én úgy gondolom. Ugye nem szoktak, nagyon kevesen akarnak foglalkozni ilyen kézműves dolgokkal, és ez egy, úgy látom, azért mindenkinek úgy tetszik. Aranyosa. A tanoda ugye már tavaly is indított ilyen nagy heti program sorozatot. Ön szerint, akár idevalósiként, akár tanárnököként, miért fontos ez? Mindenképpen fontos a hagyományaink miatt, persze. Olyan tojásfestés ritka, ami itt nálunk van, ilyen szép színes, szinte matyó mintás tojásokat festenek, gondolom ma is fognak készülni, és mindenképpen szükséges, hogy megtanulják a gyerekek, hogy van ilyen, és nem csak gyöngyel lehet, hanem aztán festeni is gyönyörű szépeket. Közben elkészült itt a kosárkánk, megkötjük. Teszünk rá, és már kész is vagyunk, és kerülhetnek bele ezek a tojások. Így. Egy picit ez a szallag nem akart nekünk szót fogadni, de úgy gondolom, hogy ebben már csak egy-két hímes kell. Egy valamit is magára adó nagy dobronyi család általában 100 kézzel festett tojással várja a fiúkat húsvét hétfőn. Édesanyám több mint 40 évig festette a tojást. Először is a szomszédok összegyűltek, idősebb nénik, és kinek mi jött az eszeibe, azokat festették. Általában a leghagyományosabb az a tulipán, eredeti dobronyi, mint a kié. Köszönjük. Mi legyen? Erre mi legyen? Mindre tulipán. Jó, gyerekek, gyerekek. És a tulipán mellett még milyen virág? Hát szegfűt tulipánt, ilyen csillagvirágokat. Akkor, ami régen a kiskertekben volt, ez a csengővirágok, királylili, jó, meg kinek mire állt rá az idősebbeknek is a keze, mi meg, mint kicsik ültünk ott, és eltanultuk tőlük. Anyukám nagyon régen megkezdte festeni, ő vagy 5 évig, sajnos már 10 éve nincs velünk, de ez a hagyomány rám maradt. Nem lehet, az éven is már mondom, eltelt egy kicsit az idő, nem csináljuk, de hát nem hagynak a fiatalok békét, azt mondják, a hagyomány hadd menjen tovább. Egy olyan embernek, aki nem is tudja, hogy hogy kezdje el, tessék szíves elmondani, hogyan kezdünk neki egy húsvéti, nagy dobronyi húsvéti tojásfestésnek. Oda tesszük a tojást, nem teszünk csak hideg vizet hozzá, az edénybe megfőzzük,
Mikor így megpördül az asztalon, akkor már megvan főve, mert a nyers tojás nem pördül meg. Ezt követi az alapozás, igaz? Az alapszín, ami világosabb, mint a többi. A rózsázókba pedig duplán tesszük a pesteiket, hogy erősebb legyen a szín, megmaradjon az alapon. Hány perc kell elsikenének már ilyen ügyes kézet? Nem tudom. Még nem próbálom, mikor, milyen a hangulatunk. És ugye tavaly is itt már a tanodában folyt ilyen nagy heti akció, ahhoz képest most sokkal, de sokkal többen vannak és érdeklődnek. Kevesebb ecsetet, kevesebbet csináltunk, azt mondják a gyerekek, hogy legyen több, mondom, tavaly nagyon kevesen bautatok, most nem is duplájá, hanem sokkal többen. És milyen érzés ez, hogy vannak ilyen aranyosak, és még ügyesek is, akik tudják, hogy hogyan kell. Így jó, vigyék tovább a hagyományt. A nagydobronyi lányok ma is annak örülnek, ha sok locsolójuk van. A legények pedig egymással versenyeznek, ki tud minél több lányt meglocsolni, és minél több hímest összegyűjteni.